Na szervusztok, üdvözlök mindenkit itt a GK-n, már is egy új videóban. Itt vagyunk a VR chat világában, amit ugye ti is mondtátok, hogy lesz-e, játszunk-e vele, stb. Most már ez a gép talán jobban bírja, úgyhogy meg tudjuk nézni. Igazából beléptem a Steam-es accountommal, bekerültem ide, ahol más játékosokkal már tudsz találkozni, semmi más nem csináltam még. Hú, fura ez a közlekedési mód, tehát látod, hogy hova fogsz menni, és akkor elengeded, akkor ugye belekerülsz a testedbe gyakorlatilag. Na most ezt én lehet átállítanám ilyen valós közlekedés. Ú, de jó az a menü. Ez tetszik. Átállítanám ilyen valós közlekedés, csak egyelőre még a beállításokat sem tudom, hogy hol. Ja, ez gyakorlatilag ugyanaz. Words, Avatar, Social Safety, Respawn, Seated Play, Settings. Ú, szép, Comfort and Safety. Közben beállítom a testmagasságomat, kb. Valóságilag pont 1.83 környékén vagyok én, hogyha minden igaz. És most van rendes közlekedés. Á, értem, egyszerűen megoldotta. Ha, long drive-ból szökté. Látom. I know that. Hú. Na, hol lehet itt emberekkel beszélni? Vagy ezek már végighallják, hogy magyarul karattyolok? Ja, itt vannak a világok. Ja, és gyerekek, elvileg azért is itt vagyunk, mert hogyha minden igaz, akkor a Vice City itt bent mapként szerepel, és teljes egészében bejárható. Engem ez érdekel, hogy ezt megtaláljuk-e valahol egyébként. Kaleidoszkóp klubot, itt ugye vannak klubok, suli, camp, ideg cucc, jaj, az ne. Ó, ez a tükörszoba. Ó, jár a szám, ezek szerint mások hallják, hogy beszélek. Avatar koridorok, próbáljunk másik avatart magunkra venni. Hű, de jól néz ki. Nice. Itt is viszonylag jól működnek az ujjaim egyébként. Welcome to Big Al's Avatar Corridors. Mi ez? Ciao de! Ugye mikre ráállsz? Jól tudom, hogy rá kell nyomnom? Ó, most én lettem az. Na most kéne nekem a tükör. Jézus Isten, mennyi! Ja, de mivel a ciao de pici, ezért... Hú, kicsit furán nézek így ki. Na ne! A kedvencem. Nem, mégiscsak ez a kedvencem. Most lehet, hogy váltok. Alien leszek. Ó, van nálam Area 51-es bögre, nagyon király. Viszont, ami még jobb, hogy megtaláltuk akkor a Vice City-t. Kiderült, hogy ti is egyébként, ha be akartok majd idejönni, elég, hogyha beírjátok a keresőbe, hát ugye ez működik VR nélkül is ez a cucc egyébként. Beírjátok, hogy Vice City Beta. És gyakorlatilag mehetek is. 149 mega. Az igen, leszívta a gyerekek. Ne, ez most komoly? Ez most tényleg működni fog? Nem hiszem el, mert azért nem kiabálok meg ilyenek. Nem hiszem el. Nem. Nem. Ne, ez nem lehet. Ez még csak béta. De azért hello. Ó, ha benne székem leülnék. Én is itt lehet guggolni nektek, mintha leülnék. Ne. Ez nem hiszem el, gyerekek. Ezt most tényleg nem hiszem el. Van Tommy Vercetti skin. Ne. Hol egy tükör? Nem hiszem el ezt az egész. Ha én most ki tudok menni az utcára, beszarok. Itt a tükör. Csős kacó! Yeah. Gyerekek, hát ez nem hiszem el. Ne, ez az Ocean View Hotelnek a folyosója. Nem hiszem el. Hát ezt most már tényleg nem hiszem. A Star Wars-os moda a Blade & Sorcery-hez is szétpörgette az agyamat, de ezt komolyan mondom, hogy nem fogom elhinni, gyerek. Nem. Nem. És itt mászkálnak mások is. Tudok, ha nem hiszem el, ha a Genesznek is lesz VR-e, vagy nektek, vagy akárkinek, beléptek ide, és úgy tudunk veletek találkozni a virtuális valóságban, hogy együtt mászkálunk Vice City-be, vagy mi a csöcs? Ezt azért nem akarom felfogni. Tudod, Jackot, hello? NPC vagy? Vagy mi van vele? Jézus! Nem! Gyerekek! Nem! Ezt nem hiszem el, beszarok! Ez...
magad gyerekeknek van otthon VR-ja. Első dolgod legyen, hogy ezt megnézed. A VR chat ingyenes egyébként. Hát ezt nem akarom elhinni. Aztán mondd, hogy vezethetek. Piros a kilincs. Ne. Aztán mondd, hogy vezethetek. Mert akkor beszarok. Ja, csak ugye lejjebb kéne ülni. Hát igen, ez a Vice City-s cucc. Autó bekapcsolása. Azért gyerekkorodban nem gondoltad volna, hogy itt benn leszel egyszer, basszus. Körbefutok még. Ez NPC amúgy? Nincs pénze, baszek. Is. Oké, srácok, az autókkal nem tudtam mit kezdeni, viszont sétáltam egy kicsit, lenyűgöző. Akartam ilyen magvas gondolatokat megosztani, hogy ha időgépünk nem is lesz soha, ezt most alákomolyan mondom, ha nem találnak fel ilyesmit, viszont helyette odáig fejlődik a VR dolog, hogy körül tudsz nézni a 80-as évekbe, vagy a 70-es évekbe, vagy az 1800-as évekbe, vagy a kedvenc időszakodban legyen az akárhol. És így VR-ban átélhetsz olyan dolgokat, amiket amúgy nem. Lényegében hát ez lenne a lényege. Ez akkor nagyon jó lesz. Tehát ez... Szerintem nekem ezért is tetszik, ez nagyon... Meg hát mindig is Tomi Versetti akartam volna lenni, na. És ha még a haverjaiddal is találkozhattok itt, mert gondolom, ha most valaki lenne itt benne, akkor találkoznék vele, vagy én nem tudom. Akkor elképesztő. Most visszaspawnoltam ide a kezdőhelyre, és vannak a térképen bejelölve pontok, illetve ez nem, mint a többet látom, hanem csak egyet látok. És lehet rá use-t nyomni, és ez működik is, és akkor oda spawnolsz. Gondolom több ilyen lesz majd. Hát ez nem az alap GTA-s víz. Gyerekek, ez... Van valami kis grafikai hiba, de egyéb iránt elképesztő. Hello! Ez az íróasztal volt, nem tudom egyébként megfogni. Hát ott messziről látni a pöttyöket, csak gondolom azok még nincsenek kész, vagy nem tudom. Itt még lehet a grafikát toszogatni egy kicsit. Így akkor most több árnyék van, kilátok egyébként? Igen. Oké, így valamivel életűbbnek néz ki, bár kicsit sötét van. Várjátok, eljövök visszafele, akkor nem is a taxikat kéne megnézni, hanem azokat ott. Hát ha. De, beindítottam őket. Nézd csak meg. Meg azt is. Füstölnek. Akkor... Várjál? Próbálok legugolni, hogy olyan legyen, mintha bennülnék. Nem hiszem el. Tehát akkor joystick. Nem olyan, mint a... volt régen a cucc, vagyis... Na, tehát azért... Érted? Ez csak egy map a VR chatbe, de... Nem hiszed el! És... Mit a Genesz be tudna ide ülni mellé? Gyerekek, ezt nem hiszem el. Ezt egyáltalán nem hiszem el most. Itt az ugrató. Akkor a Malibu Club arra van. Odáig azért már elautózunk, csessze meg. Mekkora királyát, nem hiszem el, de komolyan. Erre most valahogy nem számítottam, hogy erre ma még rátalálok. Whoops. Ezt azért még nem hiszem el, gyerekek. Ez kegyetlen. Üres. Srácok, egyszer jussunk el odáig, hogy tényleg mindenkinek lesz valamilyen szinte egy normális számítógépe. Leesnek azért a VR árak, mert le fognak esni még jobban, de már most is lehet egész jó eszközöket kapni, amik hasonlóak, mint az Oculus. És a kibaszott Vice City-ben a 80-as években a Malibu klubban fogunk GK találkozót tartani VR-ba, csesz meg. Itt fognak ülni a nézők. De mekkora állat már! Hát ezt nem hiszem el.
Srácok, én gondoltam, hogy világokat látogatunk meg ebbe a videóba, meg ökörködünk, nem tudom, lesz is olyan, de szerintem első résznek bőven elég volt a VR chatből ennyi, főleg, hogy azért a folyamatos locomotion tudja, fáj a fejem a folyamatos mozgástól, ez az egyik. A másik meg, hogy az ennek a videónak legyen akkor eleve ilyen Vice City VR a címe, és akkor én innen köszönök el tőletek a Vice City világából, ne leestem a map alá, Jesus, baszd meg, bosánydom össze magam majdnem. Egy szó, mint száz gyerekek, ez iszonyat feeling volt most így nekem. Találkozunk a következő videóban, vagy pedig live-ban, addig is. Legyetek jók! Kegyetlen, hallod? Kegyetlen. Kegyetlen vagy, bazd meg. Kegyetlen vagy. Menj innen, te picsa. Ne is lássalak.